Klarika. Nem érdekez? Elkezded Klarika. Mamma Mariát énekelni. Mondtam, hogy nem fogom énekelni. Ki van fizetve a műsor? Klarika. Azért jöttünk ide. Te hagyjam már békén, a szívem is Gyuri, fáj. Nem érdekel, el Klarika. Fogod énekelni. Nem te el fogod jó van, énekelni. A léleklem, hagyjam már békén. Most arra kérlek, hogy hallgass meg végre. Most arra kérlek, hogy ne szakíts félbe. Most arra kérlek, hogy adj nekem sanszot. Ha megszólítlak, ne fordítsd el az arcod. Csak annyit mondj, hogy mit akarsz tőlem. Csak annyit mondj nekem, de ne nagyon bőven. Csak annyit mondj, hogy tudsz-e nevetni. S ha megszeretlek, hűséges lenni. Mamma, 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 Maria, mamma, 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 Maria, mamma. Szerelemre vágysz, ne félj a csókból. Hát itt az alkalom, meríts a jóból. Esküszöm neked a hatalmas égre. Esküszöm neked, hogy sose lesz vége. Esküszöm neked, hogy nem kell már féljünk. Ha hűséges leszel, boldogan élünk. Mamma, 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 Maria, mamma, 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 Maria, mamma. Szóljunk valamit, azért a titok sójatok már azért. Ha nem hiszel nekem, majd megbánod végül. Ha nem hiszel nekem, a te fejed szédül. Ha nem hiszed el, nos akármit tettem. Elhiszed ugye, hogy a férjed lettem. Mam, 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 Maria, mam, 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 Maria, mam, 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 Maria, mam, Klarika, menjünk mi fel a ma. Mam, mam, kecsek, kecsek. Mam, 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 Maria, mam, 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 Maria, mam, 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 Maria, mam. De mit énekel vajon az állatvédő a hentesnek? Nem tudom. Most arra kérlek, hogy több sertést ne öljél le. Most arra kérlek, hogy hurkát ne töltsél bélbe. Norbi, több száz ember vár odakin, haladjál már kifelé, viselkedj! Mindig ezt csinálja. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm. Legközelebb is önök jöjjenek, meg se szólaltam, már tapsolnak. Legközelebb nekünk kell fizetni önöknek, mégse. Na, de elkezdeném, mert elmondanám. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük önöket a mezőkövesdi amatőr színjátszó kör immár hagyományos óév búcsúztató és újév köszöntő szilveszteri kabaréján. Először is szeretném megköszönni egész éves támogatását Mezőkövesdváros önkormányzatának, a Mezőkövesdi Közkincstár Nonprofit Kft.-nek és a Mezőkövesdi Városi Könyvtárnak. Köszönjük nekik! Mint minden évben, idén is velünk van a Mezőkövesdi Nagymama Klub, így őket is láthatják majd, de nem csak minket egy-egy jelenetben. Nyilván biztos van itt olyan, aki már nem először vesz részt ilyen szilveszteri kabarém. Szokott lenni az elején egy ilyen kis használati utasítás, hogy egy kis útba igazító mégis a mai esténkhez. Előre szólok, hogy az előadásunk alkalmas a nyugalom megzavarására, és hogy a jelenetekben csúnya szavak hangozhatnak el. Nagyon van, kit akarok átverni. Csúnya szavak lesznek a jelenetben,
jelenetekben esetleg, akit ez zavar, az még most megteheti, hogy feláll és kimegy, ha csak nem középen ül, mert onnan azért nehezebb. Igen, kicsit a South Parkra hajazva még el kell mondanom, hogy jeleneteink szereplői kitalált alakok. Ha bárki bármelyik jelenetben egy-egy karakterről magára vagy a párjára ismerne, azért mi nem tudunk felelősséget vállalni. Leginkább azért is lehet ilyen, vagy fordulhat elő, mert a mai esténk egy picit ilyen tematikus est helyjel közzel a férfi és a nő egymáshoz képesti viszonyáról, egymás meg nem értéséről szól. Szerintem nincs olyan nap, hogy ez akármelyik családban ne lenne aktuális, úgyhogy picit erre próbáltunk építkezni. Ugye a nyitány is már picit, nemhogy picit, hanem teljes egészében erre hajazott. A kordaházas pár agóniáját láttuk Pázmándi Guba, Viktória és Kis Marcell előadásában. No, kezdjünk is bele akkor ebbe a férfi-női viszonyba. Nyilván sok ember szereti ismerni a párja, felesége, házastársa, az mondjuk ugyanaz, élettársa előéletét, hogy kinek hány kapcsolata volt már életében. Nász éjszakán fiatal férj odabújik az asszonyhoz. De drágám, de hány férfival voltál eddig? Hát, bébikém, ezt most tényleg szeretnéd hallani? Igen. Nem fogsz kiakadni? Nem. Na jó, hát akkor 1, 2, 3, 4, 5, te voltál a 6., 7, 8, 9, és így el is érkeztünk első jelenetünkhöz, aminek címe Csala feleségem. Előadja Antal Alexa, Kis Marcell és Kis Pál István. Alászolgálja, doktor úr. Ön keletkezik? Hát gondolom, kérek, miután már más nincs kint. Kérem, az előbb még volt itt egy úr. Igen, az előbb volt, de én elküldtem. Elküldte, de hát miért? Nem akartam, hogy ott kint hallgatózzon, amíg én itt beszélek bent a doktor úrról. Na de kérem, egy orvosváró szobájában nem szoktak hallgatózni. Hát a doktor úr erről rosszul értesült, mert az előbb én is hallgatóztam. Na, kérem, halljuk, mik a panaszai. Hát, rosszak a viszonyok, kérem. Ember, nem érti? Én azt kérdeztem, hogy mi a betegsége? Ja, lekopogom, olyan egészséges vagyok, mint a van. Akkor meg miért jött ide? Hát miért nem mindjárt ezzel tetszett kezdeni? Hát, doktor úr, tessék parancsolni, én elárulhatom, ha gondolja, de kérem, hogy a legdiszkrétebben kezelje a dolgot. Természetesen hisz, orvos vagyok. Én meg vászonügynök. Azért kértem a becsület szavát. Nálunk ez a szakmában mindennapos dolog. Tudja, milyen becsületesek vagyunk mi vászonügynökök? Szavamra, hogyha ez kell a maga megnyugtatására. Nagyon szépen köszönöm, doktor úr. Hát nekem egy egészen különleges problémám van, ugye? És pedig? Doktor úr, kérem. Doktor úr, kérem. Na, ennyi, hát nem szabad sírni, hát mondja el szépen, nyugodtan, hogy mi a baj. Hát éppen ez a baj, kérem. Micsoda? Az, hogy hónapok óta csak sírok. Egyik sírásból a másikba esem át. Most például beleestem a másik sírásba. Na, ennyi, hát nem szabad sírni. Tessék, várni, mindjárt kisírom magam. Na, elég volt. Kérem, nem lehet ennyire, de nem lehet nyugodtan sírni, hogyha mindig megzavarják az embert. Pedig nekem még van egy kis sírnivaló. Na jó, most kísértem magam egy kis időre. És mondja maga, hónapok óta így sír? Ez még semmi. Én most nem is voltam formába, kérem. Hát ez érthetetlen. Én igenis értem, doktor. Van nekem miért sír? Hát te egyáltalán miért szokott sírni? Mert Csala feleségem. Mondja, doktor úr,
magát csalta már meg a felesége? De kérem, hát engem nem csal a feleségem. Vagy csak még nem tetszik tudni róla. De majd rájön, ahogyan én is. Ennyi, nem szabad sírni, hát ne sírjon. Már mindjárt kisírom magam. Na, elég volt? Megnyugodott? Tebe nem lehet bele nyugodni, kérem. Mondja maga, mit tenne, ha megtudná, hogy csalja a felesége? Én? Adjon lőni. Ja? Hát, gusztus dolga. Én amikor rájöttem a dolgokra, akkor azt mondtam neki. Nézd, Alexa, ezt ne tedd, többet ne tedd. És ezzel intézte el a dolgot? Én igen. Hát de ő nem, mert mint kiderült később, szorgalmasan csal tovább is. Nem ijedt meg a fenyegetésemtől. És kivel csalja magát a felesége? Egy boxbajnokkal? Hát mit tudok én azzal kezdeni? Csak egy dolog vigasztal. És pedig? Hogy a boxbajnokot is megcsalja. Hát, de hát ha ilyen asszony a maga felesége, hát akkor miért nem válik el tőle? Jó, hát, mert ő szeret. Kérem, csak a vére hajtja folyamatosan is, és mindig panaszkodik, hogy nem tud ellenállni. Ő nem tehet róla. Hát ez amit megtetszik neki egy kicsit is egy férfi az utcán, a házasságunk rögtön repedezni kezd. Hát ez... Doktor úr, kérem adjon valami orvosságot ez ellen. Hát, sajnálom, de ez ellen nincsen semmilyen orvosság. Aj, ne tessék ilyet mondani, mert mindjárt sírni kezdek. De, hát hogyha nincsen semmiféle orvosság, legalább tessék beszélni ezzel a drága szentasszonnyal, hogy ne kergesse folyton az a piszok vére a bűnbe. Itt van a váróteremben, én el is hoztam magammal. Jó, rendben, hát meglátom, mit tehetek, de hát persze én semmilyen eredményt nem tudok önnek garantálni. Nagyon szépen köszönöm, doktor úr. Tudja, mi már ezt nem bírjuk. Ő valahogy igen, de én már nem. Na jó, hát akkor hívja be. Na, nagyon szépen köszönöm. Alexa, drágáskám, gyere be, kérlek. Jó napot kívánok. Kezét csokkolom. A doktor úr megpróbál majd rajtad segíteni. És miben gondolja, drága doktor úr, hogy tud rajtam segíteni? Legalábbis. Megpróbálom, asszonyom. Akkor megvizsgál. Igen. Akkor én most levetkőzök. Ne. Hát tessék látni, tetszik látni, megint kezdik. Aj, Marcel! Nyugodjon meg! Orvosnál ez máshogy van. Ez nem olyan vetkőzés. Miért maga az ő vetkőzéseihez? Ha ő egyszer elkezd vetkőzni rajta, nem marad semmit. Marcel, kérlek! Zavarod a doktor urat, kérlek, fáradj ki a váróba, és várj meg szépen odakint! Igen. Doktor úr, kérem, én kimegyek, de nem visszaélni a helyzettel. Természetesen, hisz orvos vagyok. Én megválaszol ügynök, és ez a szakmában ugye mindennapos nálam, ugye. Jó, menjen, szépen fáradjon ki, én minden tőlem tehetőt meg fogok tenni az ügy érdekében. Köszönöm! Ez gyönyörű. Gyönyörű. Doktor úr, maga nem is vizsgál. Maga udvarol. Igen. Szóval. Suhajtson. Még egyet. És még egyet. Asszonyom, maga megcsalja a férjét. Hát csodálkozik. Egy ilyen pipogya fráter. Asszonyom, de maga többekkel csalja meg. Mert még soha nem találtam olyat, akivel szívesen csalná. És ha egyszer találna? Akkor csak vele lennék. Csak vele?
És senki mással? Senki mással? Ó, drága! Édes! Enyém leszel. A tiéd? Mikor? Holnap. Nem tudok olyan sokáig várni. Még ma. Hánykor? Amikor neked jó. Este 8-kor. Rendben. És hol? Itt a rendelőmben. Nehéz. De miért? Mert Marcel csak egy órára enged el, és a villamos fél órán keresztül jön. Hát, gyere taxival! Drága! Édes! Jaj, de kis butus a taxi, drága! Ne, figyelj, majd az én költségemre. Jaj, nem hagyhatom. De muszáj lesz. Engedd meg, hogy a taxidat kifizessem, ha ide érkezel. Hát jó. Szóval akkor este 8-kor. Rendben. Na, mi van, Alexa, megvan? Jézusom! Igen! És mennyi? 10-es. Hát ez elég snasz dolog. Igen. Alászól vagy. Hát, mi ez itt, kérem? Hát, ez egy csalás! Hát, maguk kicsaltak tőlem 10 000 forintot! De drága doktor úr, hát nem megmondtam, hogy csal a felesége? Köszönjük szépen. Köszöneteink sorát még folytatom itt az első jelenet után is. A díszlet elkészítésért, ami most éppen nem látszik, de majd ha ki van húzva a függöny, akkor igen. Azért nagyon nagy köszönetünket szeretnénk kifejezni Takácsné dr. Török Katalinnak, Takács Józsefnek és Takács Péternek. Mint az... Köszönjük szépen nekik. Mint ugye az első jelenetben is láthatták, azért a megcsalás problémaköre az elég kiterjedt. Ha valakit a kapcsolatukkal kapcsolatos, hogy nem menjek bele szóismétlésbe, félelmeikről kérdezik, akkor valószínű 10 emberből azért 5 első helyen említi a megcsalást. Az én páromnak is, hogyha felüt a hava, ami mondjuk nem fehér színű, havonta egyszer, akkor ő is kitalál ilyeneket, hogy de, hogy én biztos megcsalom, nekem van egy másik csajom. Na, nyuszika, másik csajom? Hát néha te is sok vagy. Na de ezen kívül vannak még zavaró tényezők egy párkapcsolatban vagy házasságban. Ilyen lehet például a túlóra, vagy hogyha valakinek a párja hazaviszi a munkát. Következő villámtréfánkban bemutatja ezt Kisné Dudás Mária és Kis Csabai János. Szia, drága! Miért sírsz? Mi a baj? Mondd! Na gyere, bújj ide hozzám, és mondd el, hogy mi a baj! Hogy nézel ki már megint? Na gyere a közelembe! De mi a baj? Béla, én ezt már nem bírom tovább. Váljunk el! De miért? Mert már elegem van abból, hogy te állandóan hazahordod a munkádat a munkahelyedről. Én így nem tudok tovább veled élni. De hát nagyon sok ember hazahordja a munkáját. Sajnos manapság ilyen időket élünk. Ez igaz, de nem mindenki boncorvos. Vállalkozó férj balesetet szenved, napokig kómában fekszik. Felesége rendíthetetlenül mellette tölt minden napot, minden percet. Felébred a férj, azt mondja, drágám, amikor kirúgtak az állásomból, te mellettem álltál. Amikor megalapítottam az első vállalatomat, mellettem álltál. Amikor az csődbe ment, akkor is mellettem álltál. Amikor egy nézeteltérés miatt lelőttek, te mellettem álltál. Amikor a második vállalkozásom is csődbe ment, akkor is mellettem álltál. Legám, tudod, mit gondolok? Mit, szívem?
Azt, hogy nem igazán hozol szerencsét. Na de, a következő jelenetünk szereplője vajon szerencsét hoz-e a férjének? Megtudhatjuk Kató nénitől, akik előadják Dobó Józsefné, Vásárhelyi Magdolna és Varga Izabella. Magahoz a szőke bögyös ügyintézőhöz került.
Jó, oda megyek, nagyon kedves, aranyos. Azt mondja, hogy mit tetszik csináltatni. Hát mondom, a személyigazolványomat már lejárt. Üljön oda, kart, már kész is volt. Nézem, mikor ideadja. Hát komasszony, tudja, mikor járni? Mikor? 2168-ban. Hát ez... Elgondolkoztam. Szegény gyerekeim várhatják az örökséget. Utána megyek tovább, látom, ki van írva, otthon melegebb program. Ó, hát ez már nem lehet rossz. Na mondom, akkor én arra is szeretnék pályázni. Azt mondja, milyen fűtési módra. Mondom, mindegy, csak meleg legyen, mert már a házasságom úgy ki van hűlve, hogy néha olyan az otthon, mintha a dobsina jégbarlangba ülne. Komasszony, miért ütöget maga engem? Azért, mert otthon is így szoktam, amikor az uram mindig beszél, amíg hagy hallgasson, maga is hallgasson már végig engem. No, ezt is sikerült elintéznem. Gondolkodok, mit kellene még. Mondom, hoho. Mondom a kis hölgynek, kedvesem, azt tessék nekem megmondani. Kérhetnék én diák igazolványt, meg húsa hungadik a ösztöndíja? Rám néz, azt mondja, mama. Hát maga még tanul. Mondom, én igen. Azt mondja, és hol? Hát mondom, pályáztam, és lehetőségem lett egy speciális tanfolyamra járnom. Igen? Mi erre? Nagy lóg az interneten. Hát azt mondja, jó van, de hát a diákigazolvány 65 fölött már ingyen utazik. Mondom, de én még csak 64,5 vagyok. Na jó, ezt is elintéztem. Hát mondom, micsoda sikeres napom volt, még valamit ki kéne találnom. Mondom, mindjárt előveszem a tableten, hogy mit lehet még. Nézem, nézem. Oda van írva közgyógyigazolvány. Mondom, és közgyógyigazolványban mi a helyzet? Azt mondja nekem, hogy az csak annak jár, aki gyógyszert szed. Óha, én nem szedek. Miért tetszik szedni? Hát mondom, esetleg egy kis vitamin. Azt mondja, hogy akkor nem jár. Mondom, de tudja mit? A férjemnek biztos, hogy jár. Azt mondja, és a bácsi miért szed? Hát mondom, még semmiért. De majd fog. Igen, és miért fog? Hát mondom, tetszik tudni, majd én a karcsi doktorral elintézem, feliratom neki. Először is bilóbil az agy karbatartója. Másodszor, oszfenolónó. Hát megmondom, ha már itt belelendültünk, egy kis viagra is elmenne neki. Hát biztos kell. Hát azt mondja, hogy hát ennyi. Mondom, ennyi, meg hát gondoskodunk majd az öregkorunkra is, hogy beleférjek a keretbe, tudja mit? Egy kis inkontinencia betétet is. Na, mindent elintéztem, nagy boldogan hazamegyek én. Janó azt, amikor ezt megtudtam, hogy én elintéztem neki a közgyógyigazolványt, azt írottam el. Akkor azt kaptam a fejembe. Nézzen egy ilyen csomóstú képte ki a gyönyörű hajamat. Ezzel verte be a fejemet, ezzel a papucsot. De tudja, komasszony, én most kitaláltam, mert mindig azt mondja nekem, már látni se bírom azt a ronda pofádat. Én azt írtam Erdogan úrnak, hogy kimennék Törökországba, hát embercsempész lennék, ugye, de hoznék neki egy migráns nőt. Hát az le van fedve, de azért csak benézek alá, hogy jó, csúnya legyen. Na, annak azt beszélhet, azt verheti, kicsapongat mindent, de én már nem bírom tovább. Nem bírom tovább, komasszony. Elhiszem. Na hát, ez van. Úgyhogy éljen ő csak a migránssal. Én engem már nem érdekel. Mindent, amit ez... Kacica bogaram, gyere vissza hozzám, én már nem haragszok. Gyere hozzám, én úgy szeretlek téged, mint 50 éve. 50 éve? Hát bolond vagy te ember, mondtam én neked, hát 50 éve hol ismerhetné volna engem esetleg az anyamébe? Nem mindegy az enyjéj, oda vagy, nem ide. Akkor is szerettelek. Azt egyszer vettél, azt is lilát, térre! Gyere haza, én már nem haragszok. No, de én igen. Kacica bogaram.
De én igen. Bocsásson meg, komolyan. Megbocsássak neki. Aj, nagy gondba vagyok. Majd felügyelem, felügyelem. Jaj! Na jó van. Most az egyszer még hazamegyek, Janó. De vedd tudomásul, hogy az ellenséggel én egy ágyban nem alszok. Na, hazafelé utánam. Hozzad a cókmókodat, meg a gazodat. Férfi és nő között szembetűnő különbség egyébként, hogy a nők hajlamosabbak mindent érzelmi alapon megközelíteni, míg a férfiak gyakorlatiasabbak. Egy nagyon kedves barátommal történt meg az az eset, hogy már megházasodott, egy gyönyörű szép kisfia van, és a felesége a házasság után jóval számon kérte rajta azt, hogy van egy tolla, még az előző párjától, amire az van írva, hogy szeretlek. És hát ugye megkérdezte a felesége, hogy figyelj csak, ezt a tollat mikor óhajtott kidobni? Erre annyi volt az, hogy miért nem fog? Tehát ő ezt így közelítette meg, hogy az egy eszköz, ami működik. Teljesen felesleges megszólalni tőle, mindegy, hogy kiadta, milyen céllal. Ugye ez, hogy gyakorlatilag vagyunk, ez nem jelenti azt, hogy nekünk férfiaknak nincsenek érzéseink. Én például éhes szoktam lenni. De most evezzünk egy picit érzelmesebb vonalakra. Képzeljük azt, hogy összebújunk a párunkkal egy kanapén, ropog a tűz a kandallóban, forral borozunk, kakaót iszunk, terjeng a fahéj illata, és lágyan szól Leonard Cohentől a Halleluja, aki elénekli Panyi Márton. Your face.
Hát nekem is jól esett Marci tapsában sütkérezni. Ügyes rác, lássuk be. No, férfi és nő között önbizalom dolgában is van különbség. Nyilván általánosítok, de van. Mert vegyük példának azt, ahogy a férfi bemegy a fürdőszobába mondjuk zuhanyozni. Zuhanyzik, végignéz gyönyörű testén, megszívja az orrát, az ki az az Adonis? Lenéz, ez is szép. 30 felett, ez is szép. A férfi tökéletesen meg van győződve arról, hogy ő Isten ajándéka a világ számára. Na de a nő bemegy a fürdőszobába, belenéz a tükörbe, táskás a szemem. Ajaj, narancsbőr. Nagy a fenekem. Kicsi a mellem. Jaj, a hasam meg olyan, mint egy csüngő hasú mangalicának. És mi, férfiak, értetlenül állunk ezelőtt, és nem tudjuk kezelni ezt a helyzetet. Tehát tőlünk nem érdemes megkérdezni, hogy kövér vagyok, hogy fogytam-e drágám. Ez a csillagok háborújában megvan mindenkinek az a rész, amikor Akbar admirális észreveszi, hogy a birodalmi flotta előtt tűnik, és ő mondja ki azt a szót, ami ide is illik, ez egy csapda. Tehát amikor megkérdezi a párunk, hogy fogytam-e, arra nincs jó válasz. Mert ha azt mondod, hogy igen, akkor ugye miért kövér voltam? Hát ha megmondod az igazat, akkor magadra vess. Én egyébként naponta többször elmondom otthon a páromnak, hogy mennyire gyönyörű, mennyire csinos, de nem azért, mert ezt megkövetelné a párkapcsolat, hanem mert ezt így is gondolom. De egyszerűen nem hiszi el, tehát nem tudok vele bírni. Mindig azt mondja, jaj, persze, csak igaztalni akarsz, hiszen olyan kövér vagyok. Mondom, igen. 170 centi, 52 kilogram. Hát ez orvosilag inkább alultáplált. Hát ezt meg nem mondhatom neki. Na de, hogyan keres magának társat egy önbizalom hiányos nő? Megtudhatjuk Joe DiPietro, te édes, de jó vagy, légy más című musicaléből egy részletben, Pázmándi Guba Viktória előadásában. Ez körülbelül veszi a hangot, majd egyenesen ott pedig a képeket készítjük meg. Ilyesmi, szóval nagy részt ide mondja, jó? Oké? Oké. Jó, és akkor oda kell majd beszélnem, ugye? Elnézést a papír, hogy kifizettem a videót. Carboni vagyok, vagyis nem, Rose Ritz, igen, ez a nevem, Rose Ritz. Carboni a volt férjem neve, de meghalt. Vagyis tulajdonképpen nem igazán halott, csak elváltunk. Csak jobb szeretek úgy gondolni rád, mintha meghalt volna, mert ettől rögtön jó kedvem lesz. Jó. Jól csinálod, Rózi. Itt vagy, most veszed fel életed első randi kereső videóját. Mert igen, ez Rózi életének legelső partner kereső videója. Szóval azt mondom itt nektek, életem összes leendő Mr. Videó pasiának, hogy elváltam. Jól kezdett, Rózi. De hát igen. Elváltam.
örökké szeretlek. Adjál meg. Jó, szóval elváltam. De mondjuk nem beszélhetnék pont a válásomról? Olyan volt a válásom, mint egy nyitott szívműtét érzéstelenítés nélkül. Egyszerűen csak kitépték belőlem a beleimet, ott hevertek körülöttem a földön, és senki, de senki nem gondolt arra, hogy beadjon nekem egy nyugtatót! Hát ez igazán vonzó, hogy megosztom veletek, nem? Tehát... Jó, hát... Akkor magamról beszélnék egy kicsit, jó? Szóval éppen most helyezkedtem el újra a munkaerőpiacon, a telemarketingben. Alapjában véve az a munkám, hogy fel kell hívnom embereket, megpróbálok nekik eladni valamit, ők meg leráznak. De nagyon-nagyon örömteli munka amúgy. Én nagyon szeretem csinálni. Igen. Ja, és ha már magamról beszélek, akkor muszáj elmondanom, hogy éppen most iratkoztam be egy bűvész tanfolyamra a gimnáziumi felnőtt oktatásban. Lehetett választani az aeróbik és a bűvészkedés között, és hát őszintén szólva, mint a bűvészkedés kevésbé tűnt megerőltetőnek. És hát még őszintébben szólva meg, hát itt azért inkább remélhettem, hogy találkozom majd szingli férfiakkal. De hát az osztály az csupa elvált nőből áll, aki mind arra számított, hogy majd férfiakkal fog találkozni. Úgyhogy képzeljék el, az osztályban azt tanuljuk, 7 elvált nő, hogy hogyan kell kihúzni egy gyerek füléből egy pénzérmét, miközben a szomszéd teremben 25 szingli pasi aerobikozik. Tehát legalább újra kezdtem valahogy. Ja, igen, majdnem elfelejtettem, vannak gyerekeim is. Hát ez csak vonzó, nem? Szóval, kedves Mr. Videó Pasi, remélem, hogy szereted a gyerekeket, mert én nem. Vagyis nem, hát nyilván szeretem a gyerekeimet, csak a gondolatot utálom, hogy az embernek teljesen egyedül kell őket felnevelnie, miután a férje ott hagyja őt a 40. születésnapján. És megint elszóltam magam, hogy ő hagyott el engem, és nem fordítva. Szóval, hogy ő miért hagyta el a néhai férje, és lépett le egy idősebb nővel? Hát identitás zavara volt. És még csak annyi jó érzése volt benne, hogy egy ilyen kis csinos, fiatal, kemény húsú nőért hagyjon ott. Egy XXL-es nőért hagyott ott, akinek csípőficava van és unokája. Úgyhogy most aztán kezdhetsz gondolkozni, hogy mi a baj ezzel a rózsriccel. De tudod mit? Amúgy tök rendben vagyok. És üzlet az üzlet. És rengeteg éjszakát töltöttem egyedül, és nem volt, aki vigasztaljon, csak a 80 centis átmérőjű televízióm, és az összes éjszakai hülyeséget megrendeltem a telesokból, és most már hiszek magamban, és tök rendben vagyok, és csak háromszor kellett megálljak, hogy hányak, miközben jöttem erre a megalázó videóinterjúra, hogy legyen 1% esélyem, hogy találjak egy normális pasit. És most már nem kell 15 év után újra egy kopaszodó fadarab mellett ébrednem. Szóval nem volt semmi figyelmeztetés, csak azt mondta, hogy mást szeretek. És akkor véget ért az életem. 3 napig feküdtem otthon, és egyszer csak vége volt. És most itt vagyok, ide vonszoltam magam az életem összeomlásának 6. hónapfordulóján, és
készítettem ezt a videót. Úgyhogy kérlek, válassz engem, Mr. Videókossi. Kérlek. Végeztem. Felvegyük még egyszer? Nem, azt hiszem, hogy mindent elmondtam. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönjük. Elmúlnak a mézes hetek. Fiatal feleség felhívja az édesanyját, hogy mama, képzeld, meg volt az első veszekedésünk. Jaj, kislányom, ne aggódj, minden házasságban van ilyen. Na jó, mama, de mit csináljak a hullával? Üle még itt esetleg olyan a nézőtéren, vagy a közönségben, aki még nem volt házas. Mer-e valaki jelentkezni? Napít mindenki, mint az a bizonyos. Mindenképpen ajánlom, ha van ilyen itt, hogy házasodjon meg. Egyrészt, mert ugye neki se legyen már jobb, mint másnak, meg mindenképpen szükség van egy házastársra, mert egy idő után rájövünk, hogy mindennél nem lehet a kormányt hibáztatni. Következik a Jelenetek egy házasságból című jelenet, Juhász Mónika és Kis Csabai János előadásában. Béla? Igen? Nézd lett a vacsora? Már megint veszekedni akarsz? Sose dicséred meg a főztem. Jó volt. Észrevetted, hogy mazsolát tettem a mákos tésztába? Miért? Mákos tészta volt? Annak nem volt jó. Béla, én nem tudok melletted élni. Halljál meg! Béla, te nem szeretsz. Oh, te hiúz, te! Emlékszem, még régen beszélgettünk. Ez momentán nem igaz. Te beszéltél. Te! És te? Én simán szenvedtem. Sosem mondtad, hogy szenvedsz. Hát, férfi vagyok. Férfi, érted? Férfi! Férfi. Még orvosnál is voltál vele. Hagyj, ezt most hagyjuk, jó? Hagyjuk! Doktor úr, van egy óriási problémám. Hallgass már! Ja, és amikor megmutattad az óriási problémát, nagyítót hozott. Se voltál te szerencsétlen. Ott ültem kint a váróban, mindent hallottam. Azt is, amikor siránkhoz lehozted, hogy doktor úr, és ez már egy hete, így meg van dagadva. Aranyom, neked ilyen problémád nincsen? Látnád magad, mikor este kibontod a fűződet, mint egy archív film a Deltában. Leszállt a Zeppelin léghajó. Mi bajod a fűzőmmel? Az, hogy van. Egyáltalán minek hordasz te fekete alsó nem? Béla, én ott gyászollak, ahol a legjobban hiányzol. Mindegy, ne bántsuk egymást. Hozzuk helyre a kapcsolatunkat. Hozza a frász. Mondj nekem valami szépet. Sört. Mondd, hogy sejmes a hajam. Mondd, hogy olyan az ajka, mint a frissen nyílott piros rózsa. Rózsa? Ne! Ugye? Aha, mert ha nem borod,
táplálkozol. Pont úgy szól. Béla, én elvárom. Nem mondod komolyan. De? Mondom. Az a baj, hogy nem mondod komolyan. Sose viszel moziba. Hagyjál már a marhaságaiddal. Múltkor is egyedül mentem el abba az autós moziba. Jól meg is fáztam. Senki nem melengedett. Senki nem bújt oda hozzá. Autós mozi. Minden áron meg akartad nézni a Télen zárva című filmet. Tudod, mi a baj vele? Az, hogy nagyon makacs vagy. Mikor voltam én makacs? Úgy mindig. Például múltkor is. Hiába mondtam neked, Romániából nem lehet élő állatot kihozni. De mégis megpróbáltam. Hát majd gondolod, ott hagyom azt a kacsát, amit Jolánka nénitől kaptunk Kolozsváron. Nagy ötlet volt. Szoknya alatt áthozni. Hát persze, hogy hápogott szerencsétlen. Aztán hiába mondtad a vámosnak, hogy szárnyas betét. De hát... az egész familiád ilyen. Hagyd békén a családom. Az öcsédet is. Mi? Hagyd békén az öcsémet. A doktor urat, hát kirúgták a rendelőből, mert lefeküdt a betegeivel. Ez nem igaz. Ezt megjegyzem, ő volt a legjobb állatorvos a megyében. Nővéreddel, mit játszották karácsonykor? A családom szent, érted? Filozofáltak. Hova lesz a fény, ha leoltjuk a villanyt? Egész este itt rohadtunk tök sötétben. Még a nővéred meg nem találta a hűtőszekrényben. Nagyon is jól sikerült karácsonyunk volt, de neked, hiába mondom, te semmiben sem hiszel. Ez nem igaz. Miért? Te miben hiszel? Én például azt hiszem, hogy iszok még egy sört. Téged csak a söröd érdekel. Nem olvasol el egy újságot, nem nézel meg egy híradót, és ahogy velem bánsz, sosem mondod, hogy szép vagyok. Aztán meg mehetnénk gyónni. Tudod, én koromban már nem szívesen hazudik az ember. Béla, te régen házasságpárti voltál. Most meg rám se nézel, de bezzeg más nőket, majd felfalsz a szemeddel. Hát tudod, szívem, a házasság olyan, mint a kínai ét. Mert? Az ember rendel valamit, aztán mikor kihozzák, akkor látja, hogy azt kellett volna kérni, amit a szomszéd asztalnál. Utállak! Én meg ki nem állhatlak! Kifutnék a világból! Legszívesebben más bolygóra költözni! Akkor elválunk? El! De, figyelj már! Van valaki? Nekem? Utánad? Egy másik férfi? Neked? Ó, ugyan már, egy másik nő. Ugyan. Tudod, te nem vagy szép, de legalább főzni se tudsz. Bár a mápos tésztán marha pörköltnek egészen kiváló. Hát tudod, te sem vagy egy tigris az ágyban, viszont egy karnist se tudsz felrakni. Úgyhogy szerintem összeillünk. A rohadt életbe. Össze. Na gyere, feküdjünk le. Béla, akarod, hogy boldoggá tegyelek? Aha. Mikor indulsz? Feleség rántottát készít a konyhában. Beront a férje. Mit csinálsz? Túl sokat sütsz, kevés benne az olaj. Sózli, sóztad már? Bors van benne? Mondom, hogy sok az olaj. Ne tegyél bele annyi tojást, kavarjál már, le fog égni! Néz a felesége.
Te normális vagy? Hát azt hiszed, hogy nem vagyok képes elkészíteni egy rántottát? Hát de csak meg akartam mutatni, hogy milyen, amikor vezetek. Néha nem árt beleképzelni magunkat a párunk helyébe. Ezt teszi a következő jelenetünkben Ragályi Tamara és Pete Ákos. Köszönöm a segítséget. Szívesen. Drágám, hányszor mondtam már rá, hogy rendezd össze mindig a dolgait. Tehát hogy lehet így lerakni a cipőt? Tessék, vedd fel már, megfázol, jó drágám? Mi legyen a vacsora? Minden. Minden, de annyi minden történt ma megint velem, hogy nem hiszem el. Hiába mondtam már Borinak, hogy már nem bírom ezt a sok munkát. Egyszerűen hozza nekem ide, és én már ezt nem bírom, főleg így ünnepekről, mikor minden... Köszönöm az érdeklődést. Na, ilyen jól megy a csapkodás, csapkodhatnál a szőnyeget is a borolóban. Segíts, légy szíves! Még többet segíthetnél. Tessék! Köszönöm. Jó. Ezt nem bírom. Figyelj, csak hozzá légy szíves egy tálat, és keverj össze nekem uborka salátát, mert az életben nem fogok végezni, jó? Jó. Készült a vacsora. Leteszed addig, kérlek a telefon, csak addig, jó? Foglalkozz kicsit vele. Látod, mit csináltam, és tudod, miért pont ma? Most nem jut eszem. Akkor segítek. Emlékszel, mikor 2 éve szilveszterkor nálunk vacsoráztál? Jaj, tényleg. Na ugye, látod. Akkor... Akkor még minden más volt. Igen, akkor még nem volt ilyen sós az étel. Aj, szeretsz te még engem egyáltalán? Persze, miért ne szeretnél? Nem tudom, mostanában mindig olyan izé vagy, és sosem mondod, hogy szeretsz. Már egyszer elmondtam, hogy szeretlek. Majd ha változik, akkor szólok. Látod, milyen érzéketlen vagy? És sosem beszélgetsz velem. Ma is lehúztam 10 órát a melóban, nem tudtál? Ne ordibálj már! Ne ordibálj! Én nem ordibálom! De igenis ordibálsz! Sosem foglalkozol velem! Menjünk el valahová a hétvégén! Sajnálom, drágám! Mostanában nagyon sokat dolgozom, de
Hétvégén elmegyünk foci meccsre, jó? Nem. Menjünk máshová. Hát a múltkor elvittelek moziba arra a romantikus katasztrófa filmre. Igen. Az a Titanic volt 97-ben. Inkább én utazni akarok valahova. Jó, elmegyünk Chilébe. Csak van a vasútállomáson egy. De nem úgy, hanem én valami tengerpartra vagy szigetre szeretnék. Drágám, momentán maximum a Jártaszigeteket engedhetjük meg magunknak. Igazad van. Akkor tudod, akkor csak egyszerűen maradjunk itthon és töltsük el kettesben az egész hétvégét, és akkor csak velem foglalkozol majd. Jó? Jó. Akkor szeretsz? Igen. De biztos? Igen, biztos. És ha öreg, kövér és csúnya leszek, akkor sem hagysz el, igaz? Te kis bútú. Hát most is itt vagyok, nem? Na, még egy-két ember, lelkesen. Manapság ugye emancipáció van. Hát amit egy férfi megtehet, azt megteheti a nő is, és fordítva, egyenjogúak vagyunk bizonyos helyzetekben. És most igazából olyan dolgról szeretnék beszélni, ahol a férfi nem egyenjogú partnere a nőnek, vagy legalábbis sokkal elveszettebb, mint a nő. Ez pedig a bevásárlás. Ugye az ünnepek előtt nyilván senkinek sem kell bemutatnom, hogy milyen egy nagy bevásárlás. Megy anyu elől a... Hát én kimondom a Tesco-ba, apu pedig utána a kosárral. Anyu itt-ott megáll, ezt-azt beletesz a kosárba, majd tipek-topok tovább. Apu pedig egy idő után már nem lát ugye a bepakolt csomagoktól, így hát igen, könnyen elveszti anyut. Na most mindeközben azért azt tudjuk, hogy apu egyrészt szenved, másrészt unatkozik. Hát amikor apu elveszti anyut, akkor ő nagyon unatkozik, hogyha esetleg a játékos sornál vagy az italos sornál marad le, akkor ott egy pár percet el tud azért tölteni. De elkeresi gőzerővel anyut, fejben már tetriszezik, hogy hogyan jó Istenbe fog ez a kocsiba mind beférni. És hogy így tologatja a kocsit apu, legyek mondjuk ez most én, így neki toltam a kocsit egy másik kocsinak, régi ismerősöm, srác. Na mondom, te mit csinálsz? Ja, hát keresem az asszonyt, mert elhagyta. Na hát mondom, ugyanígy jártam én is, figyelj, keresjük meg őket együtt. Jó. Így kérdezem tőle, hogy néz ki a párod? De figyelj, szőke, nagymellű, csinos nagyon. És a tiéd? Hát mondom, hagyjuk a fenébe, keresjük meg a tiédet. Tehát lássuk be, hogy azért a bevásárlás alkalmával a férfi segítségre szorul. Következő jelenetünk picit kakukktojás, mert nem annyira a férfi-női viszonyról szól, hanem adott szituációban az egymásnak való segítségnyújtásról. Következzen Molnár Károly Gábor és Johann Sebastian ifjabb Barna György. Thank you.
rasziszt beletört. Szétment a feje. Where is Connect? Ez a zongora nincs bejáratva. Rip zongore! Ide adná a slusszkulcsot? Ja. Veri slusszkulcs. Ja. Hűha! Villáskulcsot. Ez micsoda? Villás und kulcs. Basszus kulcs. Basszus kulcs. Kell, te hogy kell basszus kulcs? Adjon inkább egy violin kulcsot. Violine kulcse! Danke. Hát a darab! Van másik? Hát van másik is. Tíz. Lapozna helyettem? Ja, vertix is szág. Ne. Papír! Hush! Ja, ich werde! Ja. Hush und Pötz! Ja. Musik
A szél fújja majd tovább a lapot? Ja. Nein. Látja a kottát? Ja, no. Türelmet. Tér. És ott kell lapozni. Érzi, amit mondok? Ja, bitte, ja. Ja? Ja. Ja, persze. Ja? Nincs több Mozart a kottában. Mozart félbeszakít. Következik a romantik. Romantik? Romantikus művek. Nem jó. Gyenge. Ez jó lesz. Ennek nagy a szakító szilárdsága. Lapozni meg nem így kell. Megmutatom. Álljon oda. Ja? Úgy. Ja? Nem jó, túl merev. Elegánsabban, lengébben, könnyedebben. Úgy, csak a szélét. Ez az nagyon jó. Dallamosan lapozzon. Énekeljen a papír, miközben lapoz. Prima. Így kell lapozni. Menjen arrébb. Ja. Ja? Nyomná helyettem. Ott lent. Ja, oké. Az a kuplung volt. Másikat. Ne fékezze a művet, kérem. A gázt nyomja. Ott az. A gáz? A gázt. Igen. Ja, gáz, oké. Gáz. Nem kell annyi gáz. Ja, hát ez gáz. Csak akkor nyomja meg a gázt, mikor mondom, hogy nyomja. Most? Vas? Most? Mi van? Was möchtest du das? Ott van a kottában, nem látja? Kantár. Magához tartozik? Ja. Nagyon jó. És érzi ezt? Ja. Akkor, mikor húzom, akkor nyomja a gázt. Starten Sie bitte. Tovább ezt a potást, nem érdekel már, viszont...
még ott? Van egy. Ide hoznál? Persze. De hát ez egy dal. Ez nem egy dal, ez egy duett. Duett. Évvégi duett. Szilveszter évvél. Reggelt, éjfél, csillagfény, helló, szerelmesek éjjén, utat mutató. Jó reggelt, éjfél, gyönyörű világ, holt kifli égi varázs, sok éhező nem jut más. Mindig láb, gluppi, nébi, nábi, nubbi, lalalalolo. Száva, szíbi, száva, nubi, ába, nába, lililolo. Tubi, ubi, vala, nubi, ába, nába. Ez a dali zengés zsong. Jó reggelt, éjfél, csillagfény, hello. Ködös napok éjjén, messzi elbújó. Jó reggel, éjfél, csillagmilliárd, békésen nézel te ránk, s ha szenvedünk, azt miért tudnád? Grédiglab, gluppi, lébi, nabi, nubi, lalalalolo. Szába, szíbi, szába, zábi, ába, nába, lélé, loló. Tubi, jubi, vala, nubi, ába, nába, ez a dali zengés zsong. Buta szívem, gyere pihenj el, légy álmodozó. Vigasztaló, mesed alól zsongító. Dohong, lágyan zsohong, ding-dong, ding-dong, ez mindent elmond. Ding-dong, ding-dong, ez mindent elmond. Ding-dong, ding-dong, ez mindent elmond. Köszönjük szépen! Úgy gondoljuk, hogy most érkezett el az a pont, aki még mindent magában tud tartani, és most egy olyan 15 perc szünetre elmennénk, és utána következnénk a második felvonással. Ha valaki sörre, kólára, kávéra vágyna, akkor azt jobb oldalt teheti meg, ha pedig toalettre szeretne elmenni, azt pedig a bal oldalt van közelebb. Várjuk Önöket vissza egy negyed óra múlva!